Ha hegedűt veszek a kezembe, akkor így egy burok jön létre körülöttem, és abban a burokban nagyon jó lenni, mert abban zene van. A külvilág az teljes mértékben megszűnik ilyenkor. Egy óriási hála van bennem, hogy egyáltalán eljátszhatom ezeket a darabokat. Az én számomra ez a legnagyobb ajándék. Minden alkalommal a színpadon valamit újraalkotunk, és ebben az újraalkotásban a közönség is részt vesz, és ez a két dolog ez felerősíti egymást, és ez egy örömforrás. Minél többet, minél sok színűbben foglalkozom a hangszeremmel, annál szebb hangok jönnek ki belőle, és ez boldogságot okoz nekem, és hát remélhetőleg a közönségnek is. Nagyon szeretem a koncerteket, mindig más az élmény, nagyon élvezem őket. Minden sorolt pénzemet erre költöm, ez a szenvedélyem. This charges my battery, so when I hear something like that, this is special, this is unforgettable. It's energy you can live on per month. Ilyenkor nagyon boldog leszek, és csak jó dolgokra tudok gondolni. Katartikus élményt nyújtott, egy magasabb szférába repítette el a hallgatóságot. Az ember azt érzi, hogy valahogy egy új világ jön létre. Nagyszerű dolog egy ilyen világszintű produkciónak közvetlen közelében lenni, és ebbe bekapcsolódni. I really like that the musicians enjoy what they are doing. You can see the smile, the whole enjoyment, and that's coming through. And this is really the philosophy of the Budapest Festival Orchestra, to share the joy of music in all forms to all generations.